Üdvözöllek a Shakespeare darálóban! Almási Zsolt vagyok. Ebben a videóban egy színházi előadásról fogok szólni. A Kis Csaba rendezte Vízkereszt vagy Bánom is én című előadást, a József Attila színházban Nádasdi Ádám pontos és izgalmas fordításában mutatták be. A rendezés egyszerre szolgálja a szórakozni vágyók igényeit, és gondolkodtat el a színjátszás miben létéről. A részletekről az intro után. Tarts hát velem! Kis Csaba pontosan felépített, alaposan kidolgozott rendezésében mindent megkap a néző, hogy jó szórakozzon. A színházi elemek pompás ritmusban követik egymást. Van prózai színház sok humorral, rekeszizon próbáló, vicces karakterekkel. A színészek rendszeresen dalra fakadnak, megtervezetten jól és önirónikus bénázással. Táncolnak élőzenére, átöltöznek és vetkőznek, pajkoskodnak és cselcőnek, a szerelmesek örömével és bújával csetlenek botlanak Illíria világában. Az előadás megtartja Shakespeare darabjának cselekményét és központi konfliktusát. Viola és Ikertestvére, Sebastián, hajótörés szenvednek, elszakadnak egymástól, és mindketten halottnak hiszik a másikat. Illíria partjaira vetődnek, és innentől elsősorban Viola életét követjük, aki fiúnak költözik Cezáriónak, beáll a herceg udvar aki egyébként Viola uralkodó apjának fő ellensége. Lassan bizalmas le, bizalmasa lesz a hercegnek, és az ő nevében udvarol Oliviának, akit aki eddig a herceg minden közeledését visszautasította. A herceggel való bizalmas viszony következtében Viola szerelmes is lesz a férfibe. Olivia pedig a fiúnak hit küldöncbe. Ezt a bonyolult érzelmi hálót fonja tovább Olivia két további kérője, fonyadi nemes Keszegandrás és Olivia udvarnoka Málvólió cselekményszála. Az amúgy is meglehetősen komplikált viszonyokat már csak a darab utolsó harmadára befutó ikertestvér Sebastian bonyolítja tovább. A cselekmény adta lehetőségeket, a színészi játék teszi különlegesen érdekessé. A violát alakító Kónya Merlin Renáta él az átöltözés adta pompás lehetőségekkel, jól hozza a szerepjátékot és az amögött elrejtett lányt testtartása, mozgása, szövegmondása mind könnyen elhitetik a nézővel is, hogy fiú. Sokszor bele lehet látni Sebastián Fekete Gábort is. Lábodi Ádám szépen formálja meg Orsino teljesen zavart karakterét, aki annyira szerelmes, hogy nem fogadja el, szerelmét nem viszonozzák. Ám ezzel párhuzamosan szépen lassan, túlságosan is bizalmas viszonyba keveredik az új szolgával. Pikali Gerda Oliviája is árnyaltan hozza azt a kettősséget, ami a karaktert jellemzi, hiszen nagy gyászában rendre visszautasítja kérőit, de azért olyan gyorsasággal repül rá a fiúnak hit hogy az már mintha számára is kínos és értelmezhetetlen lenne. A vidámság egyik fő forrása talán Horvátszebestjén Sándor Fonyadi Nemes Keszeg Andrása, akinek teljesítményét a közönség a jelenet végén tapsal jutalmazta, legalábbis azon az előadáson, amit én láttam. A szórakoztatás mellett az előadásnak jó érzékel ad rétegzettséget, és ezáltal gondolati mélységet, kis csaba iróniát felerősítő rendezése. Az előadás azzal kezdődik, hogy Fest Quintus Konrád besétál a színpadra, amikor még égnek a nézőtéren a lámpák, és a színpad bal szélén elhelyezett létrán felmászik egy erkének is beillő székbe, és elkezdi olvasni a Hamlet utolsó sorát, és a többi néma csönd. Ezzel az egyetlen gesztussal finoman összekeveredik a színpad és a nézőtér világa, hiszen mintha a közönségnek szóló utasítás lenne. Továbbá, mintha egy tragédia befejezéséből kerekedne ki a karcos Shakespeare-i komédia. Ezt követően Fábián Kuna Károly a színpadon elmeséli az elkövetkezendő játék előzményeit, és egyenként bemutatja a szereplőket. Ezt a beszúrást, mely távolságot épít és jelzi, színjáték következik, tovább erősíti Sebastian megszólalása a bemutatáskor, amikor a fehér szoknya blúzba öltöztetett, kiváló jelmezek balla ildikó dicsérik, violát átölelve beszól a közönségnek. Ugye mennyire hasonlítunk? Mely pillanatban kifejezetten nem hasonlítanak egymásra. Feste, Fábián és Sebastian hármasa vezeti be azt a témát, amit talán az egész előadás központi gondolata, és amit később Viola fogalmaz meg. Nem vagyok az, akit játszom. A színjátszás témája folyamatosan visszatér a produkcióban, a rendezők kreativitását dicsérő módon, akár a lehető legkisebb részletekben is. Például az egész színpad forog, a hatalmas kapun, a Diszlet Horesnyi balázs munkája, valakinek át kell mennie a jelenetbe való bejutáshoz, más meg szépen kikerülheti. Olivia lelkéről beszél, miközben kívánatosan simogatja a testét. Az illíriai körforgásban, mintha mindig mindenki másnak látszana, mint ami. És ez sok esetben abból következik, hogy a karakterek Nincsenek tisztában azzal, hogy kik is ők valójában. Bár az előadást minden szinten a látszat és valóság különbsége jellemzi, mégiscsak komédiáról van szó. A problémák megoldódnak, az identitások tisztázódnak, és a produkciót, melyben mindenki csak színész és színésznő, Igazi Shakespeare ösztánc és közös éneklés zárja. Ám éppen a pompás rendezés miatt a lezárás nem egészen megnyugtatóan oldja meg a központi problémát. A szerelem a szerelmek okai tisztázatlanok maradnak. Nem lehet tudni, miért lett viola szerelmes a hercegbe. Hiszen az végig egy összeomlott szerencsétlen aki még csak meg sem látogatja szívszerelmét. Az sem világos, hogy miért lett a herceg szerelmes Oliviába, majd a Cezáriónak hit Violába. Olivia kínosan erős vágyait pedig ugyancsak nem sok minden támasztja alá. Sebastian szerelmét meg végképp semmi. Azaz a látszat és a valóság különbsége ott marad a levegőben. Mint ahogy az is, hogy mindezeken túl miért is releváns nekünk nézőknek itt és most Shakespeare vígjátéka. A harmóniát jelző és minden problémát felettető ösztánc is inkább csak zárójelbe teszi a problémákat. De ez ott és akkor elegendő. És ahogy ott és akkor elegendő, úgy Elegendő egyelőre ennyit mondani az előadásról. Ha tetszett a videó, nyomj, le, nyomj egy lájkot, ha pedig kérdésed, megjegyzésed van, a komment szekcióban, vagy bármely más csatornán eljuttathatod hozzám. Járjunk színházba, nézzünk Shakespeare-t, addig is viszlát egy másik videóban.